A testület 2017. október 31-én második napirendi pontként tárgyalt a kábítószer ügyi egyeztető fórum pályázatáról. A projekt részleteiről a KEF elnöke, Bolvári Ferdinánd beszélt a városvezetők előtt. Most nagyot mertünk álmodni, és a 1 millió forintos maximális összeghatárt céloztuk meg, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó pályázatot fogunk benyújtani, abban az esetben, ha a képviselőtestület hozzájárul. Egy mini konferenciát fogunk szervezni ide Kalocsára. A környékbeli kábítószer egyeztető fórumokat hívnánk meg egy színvonalas konferenciára, melyen előadók juttatnának bennünket plusz információhoz, utána pedig egy kis városnézésre invitálnánk a konferencia résztvevőit. A szervezők körülbelül 40 meghívott vendégre számítanak majd a Duna jobb és bal partjáról egyaránt, hiszen az elnök szerint a tervezett új híd miatt fontos, hogy elkezdjék építeni a kapcsolatokat a dunántúli szervezetekkel is. Az önkormányzatnak 10%-os önerőt kell biztosítani, ha nyer a pályázat, ez 100 000 forint, de azt szeretném mondani, hogy a konferencia teljes lebonyolításával a város Kft-jét, a vagyonhasznosító Kft-t bíznánk meg, és természetesen a protokolláris dolgokban szintén a város intézménye venne részt, úgyhogy előre borítékolhatom, hogy az általunk nyújtott 100 000 forintos önrész az meg fog térülni a városnak. Csak munkadíjban. A pályázni kívánt összeg tehát a maximális 1 millió forint, melyhez 100 000 forintos önerő biztosítása szükséges. Az önerővel kapcsolatban fontos megemlíteni még, hogy az 50 000 forint készpénzből és 50 000 forint nem készpénzes önerőből tevődik össze. A saját forrás pedig a hatályos évi költségvetés terhére kerül majd elszámolásra. A határozati javaslatot Kalocsa város képviselő testülete egyhangúan 12 igennel támogatta.